Ma egy stílusváltás lesz. Ha valaki tudja, vagy követi így a gyülekezetünk életét, akkor szoktak lenni olyan igehirdetések, meg olyan igehirdetés sorozatok, amelyek egy-egy témakört járnak körbe a Biblia alapján, és ezek inkább így az összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Például ilyen módon beszéltünk ugye a szokásokról nem olyan régen. Ma pedig a stílusváltást az okozza, hogy sokkal inkább azoknak kedvezünk, akik egy-egy bibliai szakaszban szeretnek mélyebbre ásni, vagy mélyebben, részletesebben megérteni bizonyos ige szakaszokat, hiszen ahogy a múltkor elkezdtük, a Máté evangéliumát fogjuk így részről részre tanulmányozni. A cél pedig az, hogy megértsük, és eljussunk addig, hogy mikor húsvéthoz érkezünk, akkor lássuk, hogy Jézus földi működése mit jelentett, ki volt ő, mit tett értünk. És ma arra kérem a gyülekezetet, hogy mindenki, aki csak teheti, online vagy offline formában vegye elő a Bibliáját, vagy azt, amit használ, és együtt kövessük nyomon a Máté evangéliumának a harmadik részét, és meg fogunk ismerkedni Bemerítő Jánossal. Már bizonyára többen hallottak róla egy baptista gyülekezetben, de hogy most az ő életén és történetén keresztül fogjuk megnézni azt a kérdést, hogy mit jelent a bemerítés. Jánosnak egy megkülönböztető sajátossága volt, hogy ő bemerítette az embereket. Ezért is hívják így, hogy Bemerítő János, a egyes fordítások szerint ugye Keresztelő János. Mi itt egy baptista gyülekezetben használjuk a számunkra kényelmesebbet, a bemerítő kifejezést. Míg mindenki megkeresi, addig szeretnék ámulatomról tanúságot tenni, mégpedig tegnap itt volt egy Connect nevű ifjúsági rendezvény, és nekem határozottan az volt a benyomásom, hogy mindenki jól érzi magát, de a legjobban Robi. Tehát, hogy néztem a játékokat, néztem az egész alkalmat, és ahogy hogy az ifi vezetők, a Göböl házaspár, Timi meg Robi, meg nem tudom, hogy még itt ki mindenki szállt be sütivel, vagy így nem is tudom, hogy kit hagyja ki, de olyan jó volt látni, hogy a Robi asztalát azért emelem ki, mert hogy valaki odajött hozzám, és azt mondja, hogy a Robi asztalánál mindenki jól érzi magát. Tehát nem tudom, mi volt ott, de a leglelkesebb csapat az biztos, hogy annál az asztalnál volt mindig. És olyan jó volt látni, a csodálatom az ez, ahogy tegnap sok fiatal, és ahogy a gyülekezetünknek a tagjai szolgálnak az ifi vezetőségben, a Göböl házas pár, Peti, Detti, egy csomóan így oda tették magukat, és csak így rácsodálkozni arra, hogy milyen jó. És akartam küldeni este egy ilyen üzenetet, hogy olyan jó, hogy ehhez a közösséghez tartoztok, csak elaludtam, bocs. És ez volt a második csodálkozásom, hogy elaludtam. De hogy most így tudja meg a gyülekezet, hogy nagyon-nagyon bátorító volt, ahogy ebben dolgoztatok. Köszönjük szépen. Szóval Máté evangéliumának harmadik részéhez fogunk oda lapozni, vagy oda lépni a Biblia alkalmazásban, és szeretném, hogyha a rész végét keresnénk meg, és tulajdonképpen csak ezt a néhány verset olvasom most hangosan, aztán utána folyamatosan majd mindig utalok az adott versekre. Maradjunk így ülve. Azt olvassuk itt, hogy amikor 16. vers. Amikor Jézus bemerítkezett, és utána feljött a vízből, hirtelen megnyílt a menny, és ő látta, amint Isten szent szelleme galamb formájában leereszkedett és rászállt. A mennyből pedig hang hallatszott, ő a fiam, akit nagyon szeretek, és akiben gyönyörködöm. Itt ez a hitvallás és ez a kinyilatkoztatás, és azt az utat fogjuk megnézni, ahogy idáig eljutunk. Máté evangéliumának az egyik központi üzenete, hogy olyan embereket szólítson meg, akik zsidó háttérből lettek keresztények, és számukra bemutassa
Jézust, mint a királyt. Jézus, mint a király. És így beszél, hogyha visszalapozunk az harmadik rész első néhány verséhez, így beszél Máté bemerítő Jánosról, akinek az volt a feladata az ézsaiási profécia fényében, hogy kiáltó hang legyen a pusztában. Harmadik vers. Valaki kiált a pusztában, építsetek utat az Úrnak, készítsetek számára egyenes utat. Hogy a király előtt, az uralkodó előtt, abban a korban is, később is, mentek olyan emberek, akik valamilyen módon jelezték, hogy itt a király érkezik. Álljatok félre, jön a király, legyetek figyelmesek, a király érkezik. Máté Jánosnak ezt a szerepét hangsúlyozza, hogy ő az útkészítő, aki a királyhoz, Jézushoz, mint a királyhoz vezető utat készíti elő. Nagyon egyszerű üzenete van, és egy nagyon egyszerű emberről olvasunk, akiről pár dolgot megtudhatunk, egészen, hogyha a Máté evangéliumának a 11. részéhez lapozunk, a 11. vershez. Mert hogy maga Jézus mondja bemerítő Jánosról, hogy igazán mondom, hogy azok között, akik asszonytól születtek, bemerítő János a legnagyobb. Mégis azok között, akik a menny királyságába tartoznak, a legkisebb is nagyobb nála. Mikor ezt olvassuk, akkor tudnunk kell, hogy az az útkészítő, akiről itt szó van, az valamiféle kettő korszak között áll. Az Ószövetségnek ő az, aki az egyik utolsó proféta abban az értelemben, és valami nagyon új kezdődik vele. Az, aki a királysághoz tartozik, az Isten uralmához tartozik, az valamilyen módon előrébb tart, mint bemerítő János. Máté szeretné, hogyha ezt tudnánk, amikor János életét nézzük meg. Hadd mondjak pár dolgot, amit érdemes tudni, és otthon tovább gondolni. Ki volt ez a János? Hogyha úgy tetszik, akkor olyan diétát folytatott, amelyet nem annyira irigylünk. Sáska, vadméz, nem annyira irigyeljük. Ádámék a seregek urába csinálták, hogy kóstoltattak ilyeneket. Most elfelejtettem megkérni, hogy fogdosson már össze párat, és akkor így kóstoltassa meg velünk. De hogy nem annyira irigyeljük. A ruházatáról is az tudjuk, hogy elég egyszerű volt. Az első dolog, amit szeretnék róla megjegyezni, az az, hogy alázatos volt, és rendkívüli önuralma volt ennek a Jánosnak. Jól látszik ez, amikor a bemerítés aktusához érkezünk, hogy Jézus megérkezik, és ott van János. És meglátja Jézust, és azt mondja, hogyha itt a harmadik rész végéhez lapozunk, hogy hát de inkább nekem kellene szükségem arra, hogy bemeríts, és mégis te jössz hozzám, mondja Jézusra nézve. Tisztában van a helyzetével, hogy ő az útkészítő, és itt valaki nagyobb nála van jelen. Alázatosan tudja, hogy ő az útkészítő, és tudja, hogy kinek készíti az utat. De Jézus azt mondja, hogy engedd meg, hogy ez most így történjen. Engedd meg, hogy most illeszkedjünk az isteni rendhez. Meg kell tennünk ezt, hogy így teljesítsünk mindent, amit Isten kér tőlünk. Hogy itt a bemerítés, a jánosi bemerítés már kapcsolatban van valamiféle engedelmességi kérdéssel, és ezt aztán majd fogjuk látni az új szövetségi bemerítésnél, mennyire fontos ez az engedelmesség. Mert hogy Jánosnak a másik ilyen jellemzője, hogy ő engedelmes. Az elhíváshoz képest engedelmes. Nem akar több lenni, mint útkészítő. Tudja, hogy hol a helye, hogy ő vízzel keresztel, de eljön majd valaki, aki tűzzel és szent lélekkel fog, vagy szent szellemmel fog keresztelni. Tudja, hogy hol a helye. Tudja, hogy ő a hang. És addig tölti be a küldetését, amíg kapcsolatban van a hang forrással. Azzal, aki elküldte őt, aki rajta keresztül szól. Kapcsolatban van a küldő Istennel,
aki szól, és akinek ő lehet a hangja ebben a világban. Üzenete rendkívül egyszerű. Azt hirdeti az ott élő embereknek, második vers, változtassátok meg a gondolkodásotokat és az életeteket, mert közel van már a menny királysága. De még mielőtt bemerítette volna az embereket, a hatodik vers segít bennünket abban, hogy volt egy dolog, amit meg kellett tenni azoknak az embereknek, akiket ő bemerített. Hatodik vers. Csak azután merítette be őket, miután megvallották a bűneiket. János üzenete tehát rendkívül egyszerű volt. Valljátok meg a bűneiteket, aztán változzon meg az életetek, mert itt van az Isten királysága, közeledik valaki hozzátok. Ez az egyszerű üzenet az, ami áthatja az ő életét, és ami számunkra is tanulságokat hordoz. Itt szól a kérdés, ha bemerítésről beszélgetünk, ki az, akit bemerítenek egy baptista gyülekezetben? Az ökumenikus imahét után vagyunk, és Debrecenben voltam még lelkész, amikor odajött hozzám valaki, és azt mondja, hogy Benjamin, miért veszünk mi részt az ökumenében? És így nem tudtam rá jó választ adni, és azóta is minden évben újra és újra megpróbálom a válaszaimat pontosítani. Mert hogy a kérdés az, hogy mit gondolunk erről a dologról? Miért? Amikor azt mondjuk, hogy mi baptisták vagyunk, vagy baptista gyülekezetben vagyunk, akkor ez már arra utal, hogy nálunk van egy nagyon sajátos hangsúly a bemerítésen. Hogy mi felnőtt, hitvalló embereket merítünk be, és csak ők lesznek a gyülekezetünk tagjai. Nem keresztelünk gyerekeket, és mondják, hogy hát ez szemben áll a református, a katolikus, az evangélikus gyülekezetek gyakorlatával. Így szól a mostani válaszom arra, hogy miért veszünk részt az ökumenikus istentiszteleteken. Azért, mert nagyon fontos tudnunk, hogy mi az, amiben egyetértünk. Hogy ki volt Krisztus. Ebben egyetértünk, és akivel nem értünk egyet, azzal nem tudunk közösen istentiszteletet tartani. Ugyanakkor, miközben van egy ilyen dolog, ami összehoz bennünket, aközben vannak olyan dolgok, amikben megmutathatjuk, hogy tiszteljük a másiknak a másfajta véleményét, de mi határozottan kiállunk amellett, a bibliai tanítás mellett, hogy azokat lehet bemeríteni, akik megbánták a bűneiket, vállalták a hitüket Isten és emberek előtt, és fölvállalták azt, hogy ők Krisztus követők lesznek. Ez egy nagyon sajátos tanítás. Miért mondom ezt el? Mert így kell föltennünk azt a kérdést, hogy mi a bemerítés. Ha ez egy megkülönböztető sajátosságunk, akkor értenünk kell, hogy mi a bemerítés. Hogy mi az, amiben különbözünk akár más felekezetektől, és miért olyan fontos ez, ami számunkra. Egyáltalán jó, hogyha értjük, hogy mi a bemerítés, ha már bemerítkeztünk azért, hogy el tudjuk mondani. Ha még nem, akkor szembesüljünk azzal, hogy ezen bizony érdemes gondolkodnunk. Kezdjük azzal, hogy mi is ez a bemerítés, és milyen előzményei voltak ennek. Éppen itt János történetéhez kapcsolódóan. János Júdea pusztájában működik. Ha olvastunk már a gyülekezet növekedéséhez, gyülekezet szervezéséhez kapcsolódó kérdéseket, akkor a puszta az nem a legjobb hely arra, hogy gyülekezetet építsünk. Ebben egyetértünk, gondolom. Mégis János ott kezd el működni, és az emberek jönnek hozzá. Miért? A zsidó tradícióban, a zsidó vallásban volt egy igény, sőt gyakorlat is, arra vonatkozóan, hogy az ember tisztán álljon Isten elé, tiszta legyen. Kettőféle olyan gyakorlat volt, amelyet rendszeresen végeztek. Az egyik egy olyan gyakorlat volt, amit úgy hívtak, hogy prozelita bemerítés. Ha valaki nagyon szereti a teológiát, akkor az még velem van, ha valaki nem nagyon szereti, akkor már elvesztettem, de próbáljunk még követni. Prozelita bemerítés.
Ez arról szólt, hogy amikor valaki a zsidó népen kívülről akart csatlakozni a zsidó néphez, akkor tulajdonképpen ez egy egyszeri bemerítési cselekmény volt, amely arról szólt, hogy őt magát befogadták a zsidó közösségbe. Ez az egy dolog elég most nekünk, hogy ezt megjegyezzük erről. Egyszeri volt, és a befogadás jelképe volt a zsidó közösségbe, a választott néphez való tartozáshoz. Emellett voltak úgynevezett tisztulási szertartások. A tisztulási szertartások azok arról szóltak, hogy az ember ezeket nem egyszer gyakorolta életében, hanem akár naponta, akár bizonyos ünnepek kapcsán. A zsidó ember ilyenkor úgynevezett rituális fürdőt vett. Ilyen rituális tisztulási szertartás volt ez, amelyet akár otthon végzett, akár valahol a zsinagógához kapcsolódóan. Ezek ilyen szertartások voltak, amelyek jelzik, hogy a zsidó ember akart, vagy legalábbis formálisan, mintha akarta volna, hogy tisztán álljon Isten elé. Igen ám, de akkor miért volt szükség arra, hogy János igét hirdessen a pusztában? Megint úgy fogjuk érteni, hogyha látjuk, hogy ott van nagyjából három olyan vallási csoport a zsidóságon belül, amely valahogy nagyon másképpen mutatja be ezt a tisztaságot, vagy nagyon másképpen éli meg. Azt olvassuk itt a harmadik részben, hogy sokan jöttek oda Jánoshoz, és amikor János látja ezeket, a hetedik vers, akkor észreveszi, hogy vannak farizeusok és szadduceusok, akik érkeznek a bemerítéshez. És itt használ egy képet, azt mondja, hogy mérges kígyók, vagy egy másik fordítás, azt mondja, hogy viperák fajzatai. Kicsoda figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek. Ez a kép arra emlékeztette az akkori embert pusztában, szárazság idején, egyszer csak egy elszáradt bokor hirtelen tűzre tudott kapni, és az ott élő kígyó ettől a tűztől megrémülve rögtön arrébb kúszott, és keresett valami általa biztonságosnak vélt helyet. De miért mondja János, hogy a farizeusok meg a szadduceusok ilyenek, akik ha most látnak valamit, és megijedtek, és keresik ezt a biztonságos helyet, hogy a döntés és szembenézés felelőssége elől elmeneküljenek, és pusztán úgy értelmezzék azt a bemerítést, amit János gyakorol, mint egy egyszerű tisztulási szertartást. Miért csak úgy értelmezik ezt, mint bármik más hagyományt, és miért nem akarnak szembenézni azzal, hogy kik ők? Miért akarnak elmenni a döntés felelőssége elől? Két csoport, farizeusok és a szadduceusok szemben álltak egymással. Pál apostol, amikor az apostolok cselekedeteiről írott könyv végén olvassuk, hogy több kihallgatáson esik át, akkor ott az egyiknél nagyon kijön az, hogy a farizeusok és a szadduceusok szemben állnak egymással. A farizeusok csoportja volt az, akik a zsinagógához kötődtek. Ők voltak azok, akik az írott törvény mellett rendkívül fontosnak tartották az ehhez, az írott törvényhez hozzá kötődő szóbeli hagyományt. És nagyon törekedtek a tisztaságra, nagyon törekedtek arra, hogy ezek alapján, az előírások alapján éljék meg a hitüket, és róluk jegyzik fel azt, hogy ez annyira jellemző volt rájuk, hogy például amikor elmentek a piacra vásárolni, hazamentek, akkor az egyik első dolguk volt, hogy kezet mostak, megmosakodtak ilyen rituálisan, nehogy valami olyan emberrel találkoztak, csak úgy véletlenül, akiről nem is tudták, hogy tisztátalan, valami olyan ételt érintettek, ami tisztátalan, valami olyan embert, aki tisztátalan, rögtön az első volt, hogy megmosakodtak. Rájuk jellemző volt az elkülönülés. Jézus nem véletlenül jellemzi úgy őket, hogy olyanok, mint a meszelt sírok, ami kívülről úgy tűnik, hogy rendben van, de belülről ott vannak a csontok,
és belülről ott megy végbe a bomlási folyamat. Azt mondja a farizeusokra a korabeli hagyomány, hogy ők voltak azok, akik képmutatók voltak. Hogy úgy tűnt, hogy a kegyességnek a látszatát, amely az adakozásban, az imádkozásban, az rendkívül megnyilvánult, mert látványos volt, és könnyű volt ezt így mutatni. Volt bennük törekvés is, hogy a törvény betűjét és legapróbb részét is betartsák, de ezt másokra is rá akarták erőltetni, és ebből következett az, hogy ők maguk is hibáztak, de a hibáikat nem lehetett fölvállalni. Ezért képmutatásba estek. Ők voltak azok, akik érkeznek oda Jánoshoz. Megkülönböztető sajátosságuk volt még, hogy ők azok, akik hittek abban, hogy az embernek van lelke, és nem csak egy test. Hittek abban, hogy lesz egy föltámadása a léleknek. Hittek abban, hogy van örök élet. Ezzel szemben állt ez a másik csoport, a szadduceusok csoportja. Ők voltak azok, akiket úgy mondanánk ilyen mai szóval, hogy opportunisták voltak, haszonlesők. Ők a templomhoz kötődtek, a papi rendet adták, úgy is mondhatnánk őket, hogy ők voltak a helyi arisztokrácia, a jómódú réteg, akik rendkívül nyitottak voltak a hellenisztikus gondolkodásra. Arra a gondolkodásra, ami meghatározta annak a korszaknak a filozófiai, a szellemi áramlatait. Rendkívül nyitottak voltak erre. Viszont ők nagyon racionalisták voltak. Azt gondolták, hogy az ember az egész egyszerűen ennyi. Megszületik, él és meghal. Ennyi. Nem nagyon gondolkoztak rítusokban. Ők azon gondolkoztak, hogy ebből az életből hogy lehet a legtöbbet kihozni, és nem nagyon hittek abba, hogy ezután van más. Érkeznek ezek az emberek oda Jánoshoz. És volt még egy harmadik csoport, akit úgy neveztek, hogy esszéneusok. Ők voltak azok, akiknek az volt az ideális képe a hívő életről, hogy nőtlenül, csak Istennek oda szentelve az életünket, lehetünk tiszták. Ráadásul még nagyon egyszerű aszkéta módon is kell élni. Qumránban voltak ásatások a 20. században, és az esszéneus közösséghez tartozóan voltak ilyen leletek. Föltárták, hogy kevesen tudták ezt betartani, és többeknek voltak családjuk, akik viszont a közösségnek a peremén éltek. Tehát az igazi esszéneus az egyedülálló aszkéta valaki volt, gyerekeket is befogadtak maguk közzé, de az, aki rokon szenvezett az ő tanaikkal, de családja volt, az a közösség peremén élt. Rendkívül szigorúak voltak. Ezek az emberek érkeznek oda Jánoshoz. És János azt mondja, hogy kicsoda figyelmeztetett titeket. Jöttök ide bemerítkezni, de nem akartok megváltozni. Képmutatók vagytok. Nem is hisztek. Csak valahogy látjátok, hogy itt történik valami, és akartok jönni, ebbe részt venni, anélkül, hogy megváltozna az életetek, a gondolkodásotok, és lenne valódi hitetek. Itt fogunk eljutni az újszövetségi bemerítésig, mert az újszövetségi bemerítés csak úgy értelmezhető, ha ez megvan. Ha van az embernek hite, és felismerése arról, hogy kicsoda Jézus. Ha az a kinyilatkoztatás, amit ott János kap, amit ott János és az ott állók látnak, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ez az a Jézus, aki nem más, mint a Krisztus, a Messiás, a felkent, az új szövetségi bemerítés csak ezzel a felismeréssel kezdődhet el, hogy szembenéz az ember a döntéssel. Erről a Krisztusról kell nekem valamit mondani. Ki volt ő? Mit mondhat az ember róla? Ki volt ő? János, amikor figyelmezteti ott az embereket, akkor azt mondja nekik, hogy először is kell, hogy bűnbánatot tartsatok.
Úgy hívják azt a teológust, hogy Erik Sawyer, ki azt mondja, hogy háromféle dolognak kell benne lennie a bűnbánatnak. Az első dolog, hogy tisztában vagyok azzal, hogy van bűn. Értem, hogy van bűn. Ez ma nem divatos dolog erről beszélni, hogy van bűn. A második dolog, hogy kell, hogy az ember érezze, hogy ha van bűn, akkor én is bűnös vagyok, ezért van bennem megbánás. Kell, hogy legyen ennek egy ilyen érzelmi dimenziója. És van egy harmadik dolog, hogyha tudom, érzem, hogy változtatnom kell, akkor ebből kell, hogy következzen egy gondolkodás és életmód változás. Ez a három dimenziója biztos, hogy ott van a bűnbánatnak. Első, mi a bűn? Mi nagyon sokszor azzal kötjük össze a bűnt, amit látható módon valamiféle illem megsértésének, társadalmi norma megsértésének tartunk, vagy egy közösségi norma megszegésének gondolunk. A bibliai értelemben a bűn azonban ennél egy sokkal mélyebb dolgot jelent. A bűn a Biblia értelmezése szerint ellenségeskedés az Istennel, szembenállás az Istennel, engedetlenség az Istennek, egy harc az Istennel. A bibliai értelemben a bűn azt jelenti, hogy megyek a magam feje után, és úgy élek, mintha nem lenne Isten, hogy nem gondolok az Istenre. Vagy egy másik értelmezés szerint, római levél, lehet, hogy megismerem, hogy van Isten, lehet, hogy gondolok rá, de nem az ő akarata szerint élek. Bűn az, amikor az én saját dolgaim Isten elé kerülnek, fontosabbá válnak, mint Isten. Bűn ez is. Kell, hogy legyen ilyen megértésem, hogy bűn az, hogy ellenségeskedem az Istennel, hogy engedetlen vagyok neki, hogy szembe megyek az ő akaratával. Ha ez megvan, az életemnek lehet egy olyan területe, ahol Isten rávilágít egy bűnre. Egy olyan terület, ahol engedetlen vagyok az Istennek, nem az ő szerinte való módon élek. Ilyenkor szokott az lenni, hogy az ember felismeri Isten akaratát, és így mondják, hogy megszomorodik. Kettőféle módon lehet megszomorodni. A Biblia tanítása szerint. Az egyik az az, hogy valaki beleragad az adott állapotba, és a szembenállása az olyan mértékig bekeményíti Istennel szembe, hogy végül menthetetlenül összetörik. De van egy másik mód, ahogy megszomorodhat az ember, ez pedig azt mondja a Biblia, hogy megtérésre megszomorodni. Mikor rájövök, hogy ki Isten, és ki vagyok én, hogy mit tett értem, hogy azt a fiút, akit szeretett, elküldte, hogy nekem életem legyen, rájövök arra, hogy én meg totálisan szembe megyek vele, totálisan ellenkezem vele, akkor létrejöhet a harmadik dolog, hogy elkezd megváltozni a gondolkodásom, és elkezdek, így mondom, megbékülni az Istennel. Elkezdem felismerni, hogy az Isten jót akar nekem. Az Isten azért adott nekem iránymutatást, hogy segítsen, hogy megérkezzem az ő országába. Célba érkeztessen engem. A javamat akarja. Szóval, akkor ezzel szembenéz az ember, utána beszélhetünk csak a második lépésről, ha van bűnbánat, akkor kell, hogy legyen hitem abban, hogy van bűnbocsánat. Nagyon fontos dolog, és szoktam ilyenkor idézni, ugye a 90-es évek egyik nagy slágere, Friderika, kinek mondjam el vétkeimet, s a megbocsátást kitől kérjem? Ez a kérdés, ez ma is visszhangzik, kinek mondjam el a vétkeimet? Ki tud nekem megbocsátani? Ki tudja helyreállítani azt, hogy én szembe mentem az Istennel? Ki tud ez alól nekem valamiféle megoldást kínálni? Jánosnak az volt a feladata, hogy az embereknek utat készítsen Jézushoz. Nekünk ugyanez a feladatunk, az embereknek utat készíteni Jézushoz.
Mert az Isten és ember közötti ellentétet én és te emberileg nem tudjuk áthidalni. De az a szeretett fiú, aki az életét letette értünk, az ő keresztje jelenti a hidat. Azt, ahogyan az ember az Istennel megbékülhet, hogy hittel azt mondja, hogy én elfogadom, hogy Krisztus az én bűneimért meghalt. Hogy nekem életem lehessen. Elfogadom azt, hogy ezt az Isten kezdeményezte, hogy kibékítsen önmagával. És a bemerítésnél nem csak arról tesz valaki bizonyságot, hogy tökéletlen, hanem arról, hogy ő bizony hisz abban a Krisztusban, aki meghalt érte, és feltámadt érte. Az újszövetségi bemerítésnek itt a harmadik nagyon fontos lényegi része, hogy ez azt is jelenti, hogy amikor hitvallást teszek, akkor a bemerítkezésben elfogadom azt a szimbólumot, ami ott van abban, hogy valakit a víz alá merítenek, és fölhoznak a víz alól. Akkor valakit a víz alá merítenek, akkor ez azt mondja, hogy én egyesülök Pál apostollal, Krisztussal együtt meghaltam, de amikor följövök a vízből, akkor elmondhatom, hogy de Krisztussal együtt élek is, föltámadunk, lesz örök életünk, elkezd bennünk kibontakozni az új élet, hogy a romok tetején bennünk tombolhat az élet. Ez egy kiváltságos dolog, a bemerítés ezt szimbolizálja. Ehhez viszont kell egy nagyon tudatos szembenézés azzal, hogy ki vagyok, mit tett Krisztus értem, ki ő, és aztán hogyan tudom ezt mások számára is fölvállalni. Jézus azt mondja Jánosnak, hogy engedd, hogy bemerítkezzek, mert így illik. Amikor arról van szó, hogy miért merítünk mi be a baptista gyülekezetben, akkor a válaszunk sokszor az, hogy azért, mert Jézus is bemerítkezett. És ez részben igaz. A jézusi bemerítés azonban egy nagyon lényeges dologban különbözött attól a bemerítéstől, amelyet mi gyakorlunk. Jézus ugyanis bűntelen volt. Ez okozza Jánosnak is a feszültséget, hogy az, aki bűntelen, az, aki tökéletes, az miért jön oda, hogy bemerítkezzen? Jézus azt mondja, azért, mert így illik. És ez nem egy olyan illik, mint ami az illemtanban szerepel, vagy a zsidó illemtan, vagy a baptista illemtan ma előírja. Ez olyan illeszkedés, ami kapcsolatban van az engedelmességgel. Azért merítkezem be, mert a Bibliában felismertem, hogy Jézus az volt, akinek mondta magát, és felnőtt, hitvalló módon, szembenézve a bűneimmel, vállalom azt Isten és emberek előtt, hogy én Krisztushoz tartozom, és egy helyi gyülekezetnek a részévé válok. Erről szól a bemerítés. Fölvállalom ezt. Ki az, aki bemerítkezhet? Akkor már csak ez a kérdés, hogyha ez egyszerre engedelmességi kérdés is, és mi lesz ezután? Szadán azért maradtam egy kicsit tovább, mert sok kérdés jött a bemerítkezéssel kapcsolatban. Ezt itt is kinyitjuk majd, hogy lehet kérdezni. De mi történik a bemerítés után? Azt mondja bemerítő János, hogy teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöt. Az én ismereteim azok biológiából, meg így a gazdálkodásból körülbelül addig terjednek, hogy ha látok egy almát egy fán, akkor azt gondolom, hogy 99%-kal az egy almafa. Ha egy körtét látok a fán, akkor 99%-kal azt gondolom, hogy ez egy körtefa. Eddig tudunk követni? Na, János azt kérdezi, hogy a megtéréshez illő gyümölcs. Ha ránézünk az életedre,
gyümölcsről, amit teremsz, milyen fára következtethetünk vissza? Jó fa, vagy rossz fa? Ha belenéznék egy napodba, és megnézném, hogy hogy élsz, és milyen gyümölcsöket teremsz, látnám, hogy türelmes, szerető, ízletes, zamatos gyümölcsök vannak az életedben, vagy ha belenéznék a napodba, és belenéznék, vagy beleláthatnék egy kicsit az életedbe, akkor azt látnám, hogy fonnyad a gyümölcs. János ezt kérdezi, milyen gyümölcsöt terem az életetek? Ott a farizeusok, meg a szadduceusok, meg azok, akik jöttek, azoknak azt mondja, hogy a megtéréshez illő gyümölcsöt teremjetek. Hogy a gyümölcséről is lehet megismerni a fát. Nekünk, 21. századi keresztényeknek ez egy óriási kérdés. Ebben a közösségben sokan vannak, akik bemerítkeztek már. Sokan vannak, akik előtte állnak. A kérdés így szól. Milyen gyümölcsöket terem az életünk? Ha valaki látja és szakít, akkor milyen fára következtet? Jó fa vagy rossz fa? Bemerítés után az egyik legfontosabb kérdés ez, teológiában ezt a kifejezést használják, ami szerintem ma nem annyira érthető, a megszentelődés útján hogyan haladunk előre? Ez a kérdés.